Na, sziasztok! Szia, Á! Hey. Hát itt vagyunk Londonban, és próbáltam a legmegfelelőbb alkalmat kiválasztani a vlogoláshoz, és talán most a Holland Parkban, ahol éppen vagyunk, van a legnagyobb csend ehhez. Tegnap nem vlogoltam, egyébként tegnap érkeztünk, kora délután, úgyhogy azt egy kicsit ilyen kameramentes napra szerettem volna. Hogy is mondjam, szóval kameramentes napnak szerettem volna megtartani, így is telenyomtam az Insta-sztorimat cukibbnál cukibb dolgokkal, mert rengeteg mindent láttunk, és ahányszor láttunk valami aranyosat, megbántam, hogy nem hoztam kamerát. Na de mindegy, úgyhogy most itt vagyunk, sétálunk, és hát így néhány nevezetességet azért meg szeretnénk nézni, és természetesen kávé, mert amúgy a London Coffee Festre jöttünk, és éppen teljesen el vagyunk olvadozva, mert ebben a parkban rengeteg kutya van, és annyira cukik. És nyilván ilyenkor hiányzik a nyonyú. Tegnap láttunk egy nénit 4 dagadt tacskóval. Kicsit sajnáltam is a kutyákat, mert alig bírtak mozogni, de 4 tacskó, könyörgöm. A világ legmenőbb ember. Na, úgyhogy vasárnap fogunk hazamenni, ma a csütörtök van. Szóval remélem, hogy sok érdekességet fogok tudni nektek mutatni. Holnap amúgy Brightonba megyünk, de ne szaladjunk ennyire előre. Most megyünk tovább a tervezetek szerint, ezt nem majd meglátjuk. Napsütés nem tudok ígérni. Nézzétek, ott játszanak a kutyák mögöttem. Jaj, de cukik. Na mindjárt fel is veszem őket, szóval nagy csodát nem tudok ígérni, mert ilyen angol idő van. De tök jó. Follow you back home.
Na sziasztok, délután van, ugye utoljára reggel jelentkeztem be, és most itt vagyunk Notting Hillben, ami hát a legcsodálatosabb város része Londonnak, amit így eddig láttam. Annyira lefagyott az arcom, hogy nem tudok artikulálni, hogy bocsánat, hogyha így akadozva beszélek, de most vettük az irányt ahhoz az utcához, ami, hát nem tudom annak a filmnek a címét, de a Hugh Grant meg a Julia Roberts játszik benne, és... Notting Hill. Ja, igen, tényleg, az az, hogy Notting Hill. De... Badunk! De én erre nem emlékeztem. És én ezt tényleg meg szerettem volna nézni, ilyen bakancs listás volt. Eddig nagyon jó volt a nap, azon túl, hogy nagyon hideg van igazából. Szerintem sok mindent láttunk meg, jó volt sétálni is. És itt vannak már mögöttem a színes házak. Ott. Annyira szép. És amúgy a tavasz Londonban valami csoda, mert olyan sok virágzófa van. Magnóliafák, meg mandulafák, meg... Pálmafák. Pálmafák, teljesen igen. Indokolatlan pálmafák. Igen, szóval, hogy van minden, de például ez a városrész, ez úgy, ahogy Eden mondta, makulátlan és hibátlanul rendben van, és gyönyörű, és így... Oh, nem találok szavakat. Eddig talán ez a kedvencem. De amúgy voltunk a Sherlock Holmes múzeumban is, ami szintén érdekes volt. Na, annak az utcának már kezd nagyon olyan formája lenni. Az még nem az lesz. De az még nem az, mert színesebb házakat keresünk ennél. Na szóval... Mi ott egy cica? Jaj, de cuki! És egy boszorkány van az ablakban. Ezt most meg kell mutatnom nektek. Ott a macska. Ott az ablakban. Hello! Hát szia! Hát szia! Szóval most vagyunk és megkeressük ezt a színes házas utcát. Ádámban nézi a térképet. Mr. Google Maps. Aztán utána szerintem visszamegyünk a hotelba. Még meg kell terveznünk a holnapi napot, mert megyünk Brightonba és találkozunk a VIA-ékkal. VIA-nak egyébként van egy szuper blogja, lehet, hogy már, hogyha régóta követtek magyar blogokat, akkor láttátok, vagy tudtok róla, az Urban Eve nevű blognak a szerzője ő, és nekem ő így tök nagy idol, úgyhogy nagyon várom, hogy találkozunk holnap. Úgyhogy most megyünk, és majd, ha visszajönünk a hotelba, megmutatom, mit eszünk vacsira, mert vettünk a boltban vacsit, úgyhogy most ilyen in-room dining lesz. Ez sokkal menőbben hangzik, mint amilyen, mert műanyag dobozból fogunk vacsorát tenni, de nincsen abban semmi rossz, sőt, még szerintem roncsi is. Mindeközben Ádám nézi a telefonját. Visszaértünk a hotelba, most már nagyon brutálisan fénylik a fejem, de nem baj, és felfedeztünk egy ilyen Pré-MNG nevű láncot itt Londonban, rengeteg van belőle, nem biztos, hogy jól ejtem a nevét, de feltételezem, ez francia akar lenni, és ez igazából ilyen grab and go koncepció van működő kis bolt, és mindenféle egészséges finomságot lehet vásárolni elvitelre. Azt hiszem, hogy ott is meg lehet enni, és itt találtunk egy csomóféle vegán kaját. Meg is mutatom, hogy én mit fogok most vacsorázni, mert amúgy annyira jól meg van oldva a kis szobánk, hogy még egy pici, nem mondom, hogy konyha is van, hanem igazából van egy szekrény, ami meg az van egy mikró, egy kis hűtő, még két főzőlap is van, és ja, tegnap még kenyeret is vettünk, van vízforraló, szóval tényleg minden, ami kellhet. Úgyhogy ezért így kényelmesebb most már az egész napos jövés menés után itt házon belül enni, vagy hát vacsorázni. Na, én választottam magamnak egy ilyen rizses, kínoás, cékla, krémes, falafeles, avokádós, zöldséges tálat, meg vettem mellé mandulavajas kis mártogatóst, ami mandulavaj, meg alma igazából. Aztán Adam meg szendót fog enni, ott tevékenykedik. Amúgy ilyen nagyon egyszerű kis szobánk van, de tiszta, minden van benne, mondom, még egy ilyen kis konyharész is kialakításra került. Úgyhogy most enni fogunk.
Hát sziasztok, itt vagyunk Brightonban, ide vonatoztunk Ával, és most megyünk, megkeressük a Harry Potter boltot, mielőtt találkozunk VIA-ékkal egy kávézóban. Nem is tudok többet mondani, mert úgy izgulok, de Harry Potter. Tehát minden évben megnézzük, végignézzük egyszer az összes Harry Potter filmet, úgyhogy most bevenni és Harry Potter és cuccokat tapogatni epikus lesz. Gyorsan kikerülöm a bácsit. Úgyhogy igen. Nagyon izgulok, de jó! Sziasztok! Ez az utolsó teljes napunk Londonban, mert túl vagyunk a Coffee Festen, amint azt láthattátok. Ne haragudjatok, ha láttátok az Instámat, akkor ott megírtam, hogy nem is vlogoltam olyan rengeteget tegnap Brightonban, mert annyira jó beszélgetés alakult ki VIA-ékkal, hogy egyszerűen nem is jutott eszembe elővenni a kamerát, úgyhogy néhány hangulatképen kívül, és most selfiznek előttem, hogy nem tudok áthaladni, szóval, hogy néhány hangulatképen kívül nem tudtam sok mindent felvenni nektek, és a szemembe süt a nap. Amúgy most itt vagyunk a Towernél. You're welcome. És felmentünk a hídra, elsétáltunk a negyedéig, aztán meguntuk a nézelődő turista tömeget, amiben ugye mi is beletartozunk, de aztán így már kicsit sok volt. És mivel még van egy kávézó, amit nagyon megszerettünk volna nézni, ezért most oda sétálunk, és gyönyörű idő mert van. Mert ma még nem ittunk elég kávét. nem. De mind a kettő szerintem vagy 6 kávét megittunk így összesen. De amúgy Coffee Fest zseniális volt. De ezt a kávézót még meg szeretnénk nézni, mert többen is ajánlották, hogy ez specialty kávészeretőknek kötelező zarándok helyik Londonban. Egyébként a Proof Rock Coffee nevű helyre megyünk most, és mivel csodálatosan szép az idő, úgy döntöttünk, hogy ezt a
két és fél kilométert gyalog tesztük meg. Hát nem, na még engem itt. Na, úgyhogy most megyünk, iszunk még egy kávét, aztán utána még sétálunk, aztán megyünk vissza a szállásra lassacskán, mert most már 4 óra elmúlt. Ja, de már amúgy becsekköltünk a holnapi repülőjáratra, viszonylag korán el kell majd reggel indulnunk, mert olyan 10-re kell kint lennünk a reptéren? Vagy 11-re kell kint lennünk a reptéren. 1 óra az út a Heathrow-ra, a szállástól. Úgyhogy, ja. Na, nagy az zaj körülöttem, úgyhogy majd folyt köv.